A hideg idő ellenére is színpadra léptek a gyerekek, és voltak olyan óvodás csoportok, amelyek még a Vitézlő utcát is meglátogatták. A Kanizsa Fest két középső napját a Kontur Plusz Egyesület szervezi, számos különlegességet is felvonultatva. A holnapi nap folyamán is fogunk egy rekordkísérletbe, belekezdünk. Ez egy párna csata lesz, ahol közel 500 részvevőt várunk. Bízunk benne, hogy a magyar rekordot megdöntjük, és ennek keretében majd bekerülhetünk a város, meg bekerülhet a közszolgásba. Várjuk az érdeklődőket. Ma délután ugyan kiadós eső érte el Nagykanizsát, de az orosz testvérváros Tojláti hagyományőrzőit ez nem tántorította el a fellépéstől. A hatfős csapat hangulatos népzenével érkezett a város napjára.